Szeretettel köszöntünk mindenkit, egy új dologba vágtuk a fejszínket itt Amerikában, Pazórek Pirossal. Én Faragó András vagyok, és ez pedig az Instant Hungarian Hub, a Hungarian Hub podcastje, ami most indul ebbe az első adásunk, vagyis inkább én úgy mondanám, hogy ez a mi nulladik adásunk. Meglátjuk, hogy hogyan fog sikerülni, és a jövőben próbálunk majd rendszeresen jelentkezni. Itt van velem állandó műsorvezető társam, Pazórek Piros is, aki a Hungarian Hub kitalálója, ötletgazdája és vezetője. Szia, Piros! Kérlek, kezdjük azzal, hogy egy picit bemutatod magad és a Hungarian habot a nézőknek és a hallgatóknak. Szia, Andris! Nagyon-nagyon örülök, hogy együtt lehetünk ismét. A Hungarian Hub most már negyedik éve működik folyamatosan. Lényegében a Hungarian Hub egy olyan platform kíván lenni, amely az amerikai magyarokat kívánja összekötni itt az Egyesült Államokban. Próbálunk minden olyan információt egybegyűjteni, ami a magyarságot érintheti az USA-ban. Legyen az éppen mondjuk egy közhasznú információ, vagy éppen hasznos információk üzletekről, vállalkozásokról, vagy a mindennapi életről. Hogy jött az ötlet? Mióta a nézők tudhatják, tudhatjátok, hogy nekünk pirossal van múltunk, mi dolgoztunk együtt még Magyarországon. Sok-sok évvel ezelőtt a Magyar azok Országos Szövetségében, és aztán te 8-9 évvel ezelőtt távoztál Magyarországról, és költöztetek ki a családdal Amerikába? Pontosan, egyébként milyen vicces, mert pont az otthoni utolsó osztálkára, amit együtt szerveztünk, azután jött a hír, hogy kaptunk egy lehetőséget arra, hogy, illetve a férjem, hogy kijössünk ide az Egyesült Államokba. Ő kapott munkát a cégén keresztül, ez egy multinacionális vállalat. Először mi is Ohio-ba, Kolumbuszba kezdtünk, ugye ti is most ohio vagytok, és ezt követően jöttünk le Floridába, Daytona Beach-en kötöttünk ki legvégül. Most már tényleg, most már a kilencedik éve hihetetlen kimondani, és hogy közel egy évtizede, ez valami hihetetlen. És milyen céllal uh, jött létre, találtad ki a hangi habot? Uh, mi volt igazából a, az, az a szikra, ami ezt elindít, elindította benned? Igazából mindig is aktív voltam az amerikai magyar közösségben, igyekeztem mindig összefogni az embereket, talán emlékszel, hogy otthon is igyekeztem mindig valami közös dolgot szervezni, közösséget építeni. Itt Dayton a, -a nagyon szerencsések voltunk egyébként, hiszen Hollandóval összefogva már több olyan szervezet működött, amely önállóan is megállta a helyét, de szerettem volna egy sokkal nagyobb spektrumú dolgot összehozni, ami talán megszólítja az összes amerikai magyart itt az egyesült államokban. Egy igazából egy előadással indult, az volt a fő célom, hogy ebből az előadásnak a bevételéből a ma helyi szervezeteket tudjuk majd támogatni, és vissza tudjunk adni a közösségnek. Ugye az Amerikában ez egy nagyon megszokott dolog, hogy mindenki visszaad az adott helyre és az adott közösségbe. Gondolom, hogy mi is ezt tapasztaljátok folyamatosan. És alapvetően elindult csak a weboldal egy eseménnyel, és utána pedig olyan gőzerővel elkezdett beindulni, és egyre több önkéntes jelentkezett. Most már azt hiszem most már 20 vagyunk majdnem önkéntesként így a csapatban, úgyhogy létjogosultsága ezben is igazolódni látszik. Mint te is, ugye most már talán harmadik éve van az, amikor megkerestelek, és hála szinte azonnal igen mondtál, és azt mondta, hogy igen, te is szeretnél valami hasonlóhoz csatlakozni, és most már te vagy tulajdonképpen a főszerkesztője az oldalnak, és a podcastnek, és minden kommunikációnak. Nem tudom, hogy egyébként ezt te hogy érzed, vagy hogy éled meg, hogy milyen itt lenni Amerikában, és mondjuk egy ilyen ügyet támogatni. Ez is érdekelne, mondjuk engem. Mi ti kilenc éve vagytok itt, mi négy éve vagyunk itt lassan. Nekünk már ide született 2019. szeptemberében a kislányunk, szóval a mi életünk az gyakorlatilag fenekestől felfordult, amikor, amikor kiköltöztünk. Mi is négy évvel ezelőtt a feleségem munkájának köszönhetően kerültünk ide Amerikába, egészen pontosan ide Cincinnati városába, ohio és hát én akkor amikor mi, mi, ezt, mi ezt, ezt, a döntést meghoztuk, akkor én a Digisport főszerkesztőjeként, illetve a Kossáda a Szövetség sajtófőnökeként tevékenykedtem, és ezt a két dolgot, ezt, ezt nem volt könnyű feladni azért otthon, ezt, ezt bevallom. Voltak álmatlan éjszakáim, de közben meg mi a feleségemmel éveken keresztül minden esztendőben két-három alkalommal kijöttünk ide Amerikába nyaralni barátokhoz, ismerősökhöz, rokonokhoz. Szóval nekünk uh, mi amerikamániások voltunk azelőtt is, mielőtt kiköltöztünk volna. És uh, hát ha emlékszel, akkor az, azt hogy az a 2012-es osztárgála volt uh, a MOM csarnokban, uh, amit közösen csináltunk, és mi az Orsival, lehet, hogy 2011, 2011 volt, 2011 volt, mert Igen. az osztár gáláról, amin én műsorvezetőként, te pedig szervezőként dolgoztál, uh, én egyenesen a Bécsi repülőtérre mentem, és repültünk ki Los Angelesbe az amerikai NBA All-Star gálára, ami másnap volt, szóval, szóval nálunk akkoriban már megvolt ez a nagy Amerika őrület, és, de aztán még néhány évet várni kellett. Valóban nagyon más itt élni, nagyon sok szokatlan dolog volt. Az elmúlt három év során azért néhány alkalommal, ha visszakeresitek, akkor a Hungarian habnak a honlapján találtok olyan írásaimat, ami az, azzal foglalkozik, hogy Mennyire más az élet itt Amerikában is, mennyi minden szokatlan, furcsa dolog jön az emberrel szembe nap mint nap, amit aztán utána évek alatt megszokik, és ezt azért kellett az elején megírni szerintem, mert egy idő után ezek a furcsa dolgok ezek így megszokottá válnak, normálissá válnak számodra. Úgyhogy, ha az ember kiköltözik Amerikába is, és szeretné fejben tartani, hogy mik azok a furcsa és meghökkentő dolgok, amik, amik itt a mindennap, mindennapok során előfordulnak, azt érdemes lejegyezni, mert aztán egy, id egy idő után már nem fogsz emlékezni rá. Teljesen egyetértek ebben, ugyanígy éreztem az elején, sőt, én is az elején még egy saját blogot is vezettem, és most visszaolvasom ezeket, és egyszerűen sokkot kapok, hogy tényleg, úristen, ez így volt. De egyébként mondjuk neked, hogy ahogy említetted, és tényleg annak idején is emlékszem, hogy állandóan Amerikáról beszéltél, hogy amikor ide jöttettek, és azért életvitel szerűen itt élni azért megint egy más helyzet, hogy mi az, amiben úgy, úgy gondolod, hogy változtatni kellene az amerikaiaknak, hogy ezen az életen változtatni, ami vagy ami nagyon-nagyon hiányzik Magyarországról. Uh, a piros pöttyös túlódi, azt mindenképpen változtatni kellene, hogy. Több itt kell egy nem tudom, az, az helye. Igen, Ezt vállalom. Nem kapok érte pénzt, ezt előre ezt előjáróban leszögezném. Piros De ez jó ott lesz, szponzorokat keresünk. Igen, igen. <laughs> uh, Nem tudom, uh, nagyon nehéz ezt így, így megfogalmazni annyira más az élet. A pozitív a, a pozitív szemlélet, ami itt, amit itt mindennapos az, az, az otthonról hiányzik szerintem, ami, ami viszont ami viszont uh, itt hiányzik. hát nem tudom, ez így ez így ez így, uh, ez így ezen végig kéne gondolni, mert annyi, annyi, minden, annyi minden, más, annyi minden az a minden napi élet az itt más. De más az élet szerintem itt is, más lent Floridában is. Most uh, találkoztunk, ez sem titok, uh, pirossal december végén, január elején uh, jártunk lent Floridában néhány napot, uh, és uh, a napsütés az, hogy még ha nincs is nagyon meleg, csak mondjuk 10-12-15 fok uh, december végén, január elején, az, az, uh, az, annyira meghatározza az embernek a hangulatát uh, és a dolgokhoz való hozzáállását, hogy, uh, hogy uh, hát ősz, őszinte leszek, megfordult a fejünkben az, hogy, hogy lehet, hogy le kéne tenni, a tenni az állomás helyünket valahova délre, ahol sokkal többet süt a nap. Szóval, Piros, te éltél itt, Florid, és, és most lent vagy Ohio, Floridában. Hogy érzed, van, van különbség a florida élet és az Ohio élet között? Teljesen alá tudom érni, amiket mondtál. Érdekes módon és sokan így kerek szemekkel néznek, rám, nekünk nagyon hiányzik óhájó, mi nagyon szerettük. Nyilvánvalóan, hogy volt egy nagyon-nagyon jó társaság is, ami ezt azért segítette, hogy jól érezzük magunkat, a mai napig örökre szóló barátságokat ápolunk és tartunk kapcsolatot ezekkel az emberekkel, jönnek hozzánk, mi is megyünk amit, amit tapasztalok, ez egy ilyen érdekes, ugye a Florida 110 ezer magyar van összességében, tehát ez is egy teljesen más különbség, de mondjuk pont Ohio az egyik legnépesebb magyarok tekintetében. De valahogy itt, itt ez a kultúrsok, ugye szokták ezt mondani, hogy, hogy akik, akik a, a magyarországi hallgatók hogy, a, vagy nézők, ugye az, az nekik feltétlenül elmondanám, hogy ugye a kultusok az, amikor tényleg itt vagy, és azt érzed, azt, hogy ez az óriási kulturális különbség, ami depresszióba tud taszítani szó szerint, az nagyon-nagyon az itt éltem meg. Nem is óhájóban, hanem itt éltem meg a különbséget. Florida teljesen más ilyen szempontból, de a napsütés, és, a, és a, ez egy nagyon lassú szerelem volt számomra, tehát majdnem egy négy évig tartó szerelem, ahogy kialakult, és azt gondolom, hogy most már egyszerűen nem is tudnék elmenni. Ez amit mondasz, a napsütés, a, a, az energiája, a környezetnek, a, az, hogy most pont éppen sajnos a vírus helyzetre is utalnom kell, itt sokkal szerencsésebb helyzetben vagyunk, ugye nagyon biztatlak, hogy gyertek le, mert olyan szabad életet tudunk élni még most is, hogy a tény hiányzik hiateden. Érdekes nem. Tehát én, én utáltam mindig a hideget. <laughs> <Jól van. gül> tehát, tehát ez az egy része nem hiányzik, tehát hogyha sok minden más miatt elköltöznék az időjárás az, ami, a, ami nálam ez a top 3 benne van, hogy amiatt viszont nem. És másik oldalon, hogy nagyon színes a. a, a Közönség, vagy akik itt élnek, tehát nagyon sokan jönnek fel északra. Florida, Floridáról azt mondják, hogy hogy a nyugdíjas állam is, hogy az idősek költöznek le, de mondjuk, ha a magyar populációt összehasonlítjuk, szerintem Ohajóban sokkal idősebb magyarok élnek. Azt mondják, van egy ilyen mondás, hogy Budapest után a második legnagyobb magyar város az Cleveland, ahol egymillió magyar él. Nem tudom, hogy ez még igaz-e, de hogy volt olyan időszak, amikor valóban egymillió magyar volt ott fent északon, mi, mi a, déli részén vagyunk itt, Cincinnati környékén, kevesebb magyar van, de hogy, hogy én úgy érzem, hogy úgy érzékelem, mintha ott nálatok lent Floridában sokkal több lenne a magyar fiatal, ezáltal gondolom, hogy, a, hogy a, a, az aktivitás is az sokkal, sokkal jobban érzékelhető, nem? Abszolút így van. Egyébként most Clevelandre visszautalva valóban még mindig a legnagyobb és a legaktívabb közösségnek számít. Valami hét templomuk van a mai napig, van rádiójuk, van ilyen-olyan szervezetük, tehát valami fantasztikus cserkészetük, ami nagyon erős. Igen, ami itt tapasztalható, hogy minden közösségnek a dinamikája más mindig szoktam mondani. Itt a fiatalok valóban jobban jelen vannak, de az idős is. Tehát például közül egy szerencsé, nálunk, hogy igyekszünk például az idősekkel is nagyon szoros kapcsolatot ápolni. Tehát ők mi is elmegyünk az ő rendezvényeikre, ők is igyekeznek a mi rendezvényeinkre eljönni, de alapvetően körbenézve valóban ez nem volt egy túlságosan, hogy mondjam. Tehát én egy budapesti, egy igazi forgatagban, tehát egy tényleg az osztálgálákat szerveztük együtt, András, tehát ezt, ezt, ezt tudod pontosan, hogy miről van szó. Lejönni ebbe a nihilbe azért, azért az, egy, tehát egy falu óceánparttal, szoktam mondani, azért Floridára az jelen nem csak így Dayton, Abicsre, nem mindegyikre. A kultúra hiánya, az éttermeknek a minősége azért messze van attól, amit mi megtapasztaltunk szerintem otthon Budapesten, de, de alapvetően én nagyon-nagyon-nagyon szeretem most már, tényleg, ahogy mondtam is, most már nem költöznék el. Tehát tényleg gyertek le, és tényleg próbáljatok meg leköltözni, szerintem imádni fogjátok, főleg egy kicsi gyerekkel szerintem ez olyan lehetőségeket kínál, és egyre jobb um, egyébként az iskolarendszer, minden az ég egyadt a világon. E, és most, hogy így említetted azt, hogy, hogy ja, összehasonlítva ohio meg Floridát, ugye neked pont a nagybátyád mondta, hogy rokonok laknak, hogy neked Floridából él a nagybátyád. Amikor jöttetek le, azért egy déli, délebbi, Fort Lauderdale körül lakik, ha jól emlékszem, azért az megint egy másik stílust tud képviselni. De hogy ő már, úgy emlékszem, hogy itt született, ugye, jól emlékszem, hogy ő már második generációs magyar. Így van, nekem a a nagymamának a testvére e, hagyta el az országot a férjével 56-ban, és jöttek ki több e, megállóval végül Amerikában kötöttek ki, és e, Amerikában is azt hiszem, hogy nem akarok, nem egyből New Yorkba kerültek az a lények, hanem egy kisebb, vagy kisebb városokban laktak és dolgoztak egy ideig, és aztán már a, a nagybátyám, ő már, ő már, ő már, már Queensben, New Yorkban született, ott nevelkedett, de mindkét szüleje magyar, az édesapja nem nagyon ö, szeretett volna megtanulni angolul rendesen, ezért náluk a vacsora asztalán minden este magyarul ö, folyt a beszélgetés, így aztán a Péter is megtanult magyarul, aztán utána 21 néhány évesen elment Magyarországra meglátogatni a rokonokat, ott, ott megismerkedett a feleségével, a későbbi feleségével, és azóta ők Floridában élnek, ö, boldog házasságban, két gyerekkel, úgyhogy, ö, úgyhogy ez egy, az övé egy igazi sikertörténet, és, és, és kigondolta volna, hogy magyarként, pont tőled kérdeztük, ő most most jutott el arra a pontra, hogy most már ő szeretne magyar állampolgárságot kapni, mert neki az nem volt még eddig, és soha nem jutott el addig a, a döntésig, vagy addig a, addig a cselekvésig, hogy hogy megigényelje, de most ezt 2019. novemberiben megtette, úgyhogy most várjuk a a választ a magyar állam részéről. Hála Istennek, mivel nála az apukája és az anyukája is magyar, megvan az összes születési anyakönyvi kivonat, meg a, meg a, házassági kivonatuk is igazából. Sok kérdés nincs, hogy megkapja, vagy, vagy nem az a kérdés, hogy mikor. Szóval, szóval nálunk a család floridai része is eléggé magyar beállítottságú, úgyhogy mi először, vagyis én először Amerikában 2000 nyarán náluk jártam, Uh, úgyhogy, úgy, nekem a floridai szerelem az már megvan azóta. Én ak akkor viszonylag biz, gyorsan szerelembe estem Floridával. Engem az se zavar, hogy nyáron hőség van. Én azt, én azt szeretem. Augusztusban született gyerek vagyok, nyári gyerek vagyok, úgyhogy én is inkább a, a meleget uh, pártolom. És, uh, és az egy újabb nagy lehetőség uh, nekünk uh, a Florida élet, hogy, uh, hogy esetleg majd még aktívabban részt tudunk venni a Summitnak, a Hungarian Summitnak egy újabb uh, pazaurek piros ötletnek a, a megvalósításában, ami igazából már, már meg kellett volna, hogy történjen, igaz? Hát már lassan másfélszer, hogyha mondjuk így. <laughs> Há, igen, tehát igen, tavaly márciusban került volna megrendezésre ez az esemény. Ugye a célja ennek az eseménynek az, hogy mind a gazdasági, mind a oktatási, a felsőoktatási, mind a vállalkozásokat, üzleti lehetőségeket, illetve a kulturális területeket is össze tudjuk kötni a két ország között. Nagyon magas rangú vendégeink jöttek volna, illetve volna. Azért elmondom, volna, igen, és itt innen Floridából is és nagyon magas szintről képviseltették volna magukat az amerikaiak, és akik nagyon-nagyon nyitottak egyébként Európára és Magyarország irányába is. Érdekes módon ugye nagyon sok magyarországi vendégünk is jött volna, akik valamilyen szinten amerikai kötődésűek, mondjuk itt említsük mindjárt valami Amerika rendezőjét, Herendi Gáport, vagy éppen a főszínésznőjét, Oroszlán Szonyát, Marozsán Edika lett volna, Szabó Péter, Vujic Tehát azért, azért ez egy nagyon impozáns repertoárral készültünk, és hát ugye ezt, mint te is tudod, három héttel az esemény előtt lényegében törölnünk kellett, ez ilyen felfoghatatlan volt alapvetően de hát meg arról nem beszélve, hogy az egész csapat mit érzett, és mennyire készültek ki Floridába, hogy azért ennek a Floridának ugye itt is van egy nagyon nagyon vonzereje, és alapvetően most ugye egy évvel halasztottuk volna, de most ugye a mostani helyzet sem engedi meg azt, hogy idén márciusban megtartsuk, tehát szeptember végén, szept 30 október 2-ig remélhetőleg hasonló feltételekkel és körülmények között meg tudjuk tartani. Egyébként vicces módon itt Dayton a Beach-en, olyan, mintha nem is járt volna a vírus, nagyon minimálisak az esetszámok, hihetetlen, szabadon tudunk itt közlekedni, minden nyitva van, tehát önmagába véve még azt mondom, hogy szinte be is vállalnám az eseményt most, de, de hát a közös döntés és főleg volt a egy befolyásoló tényező, aki le, lebeszélte erről a dologról, úgyhogy hogy a Magam tavaly rállóra. nyáron megtartottok büszkén, igen, és igazad volt láthatóan. Budapesten viszont megtartottunk egy ilyen mini eseményt budapesti kiadásban, egy gyönyörű hajón, trip hajón, ami valami fantasztikusan sikerült, tehát erre tényleg büszkék lehetünk, és büszkék is vagyunk szerintem. Reméljük, hogy az első summit az, az valóban most már tényleg Tényleg megtörténik majd az év második felében, és nem kell már tovább halasztani. Ez egy szakmai rendezvény. Elsősorban az üzleti élet, a tudományos élet, a kulturális élet területéről jönnek mindenfelé vendégek, és persze várunk civileket is. Szeretnénk, hogyha minél többen lennének, hallgatnák meg az előadásokat, hallgatnák meg a kerekasztal beszélgetéseket de persze koncertek és egyéb, egyéb rendezvények is lesznek, ha minden jól megy, de most egy picit beszéljünk erről, amiről most amiben vagyunk, erről a podcastről. Uh, mennyi ideje kezdtük ezt el? Fél éve? Körülbelül merült fel az ötlet, hogy kellene valami ilyesmit csinálni. Uh, mostanra jutottunk el oda, hogy... Igazából hogy... az Igen? Bocsánat, bocsánat. Én, hogy igazából az ötlet mert talán korábban megfogalmazódott benned, tehát már igazából már el is indítottunk bizonyos folyamatokat, de valahogy így ez a tavalyi év olyan, mint hogyha ilyen teljesen más dimenzióban lettünk volna. Teljesen, igen, igen. <laughs> belassultunk el. <laughs> Így van, de, de azért, azért, azért őszintén szerintem egy nagyon jó évünk volt ettől függetlenül. De hogy, hogy, most, most élet meg az arra, hogy, hogy szeretnénk valami mást csinálni. Tehát, hogy igazából egy új hangot, egy új stílust itt teremteni, ami talán a Hungarian habra is jellemző, hogy egy nagyon olyan témákat, egy olyan, olyan közeget próbálunk megszólítani, ami, amivel talán mindenki tud azonosulni. Igyekszünk politikától, vallástól, nemi hovatartozástól mentesen tartalmakat föltölteni, és az önkénteseink organikus módon, teljesen alulról szerveződően jönnek és csatlakoznak hozzánk, és nagyon nagy szeretettel fogadjuk őket de ha egyetértesz, remélem, hogy, hogy igazából pont ez a cél, hogy olyan témákat és olyan embereket hozzunk be, akik, akiknek Amerika nagyon sokat jelent, mint talán neked is, meg nekem is, és ezt a fajta szeretetet és elkötelezettséget próbáljuk meg az, a, a, vendégeinken keresztül is majd átadni a nagy közönségnek, és biztatni, és egyfajta energiát adni mindenki számára. Jó gondolom? Én, én, én úgy képzelem ezt az egészet, hogy a, a Hungarian Hub non-profit szervezet adja az alapot, és a, a, a Summit, mint rendezvény, az egyik, az egyik megvalósulása, vagy manifestációja és Ez a podcast, ez egy másik, hasonló új platformot adhat a, a Summit-nak, illetve magának a Hub-nak, hiszen, hiszen van, aki nem olvas hosszú interjúcikkeket az interneten, mert nincs rá ideje, mert nem szereti nagyon sokan viszont az autóban hallgatnak podcastet, vagy nagyon szívesen néznek videókat, interjú videókat az interneten, a telefonjukon. És az ő kíváncsiságukat, vagy az ő igényeiket elégítheti ki ez a, ez a podcast, a videó podcast, illetve, illetve, a másik fele pedig az, hogyha személyesen akar találkozni az ember a, a Hungarian Hub alkotóival, illetve, illetve szereplőivel, arra majd nagyon jó lesz a számít, hogyha ha végre össze tudjuk hozni, és meg, meg tud valósulni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes lesz velünk tartani a jövőben. Egyelőre úgy tervezzük, hogy havonta egyszer fogunk jelentkezni hosszabb uh, formátumban, több rovattal, vendégekkel. Uh, most még ez a, ez a virtuális uh, stúdió, ez a Zoom, ez az, ami nekünk uh, a keretet adja ez az egészhez, de esetleg lehet, hogy lesz majd olyan, amikor, amikor már majd. Uh, nem virtuálisan tudunk pirossal beszélgetni, hanem egymás mellett ülve egy az asztal másik oldalán fog ülni. Ezen dolgozunk, hogy ez is egyszer majd megvalósuljon. De érdemes minket figyelni, követni a ilyen habot az interneten, a közösségi médiában, és ha bármi kérdés, észrevétel, észrevétel ötlet van, akkor azt nagyon szívesen várjuk és, és fogadjuk. Úgyhogy. Jövünk nem sokára megint. Köszönjük a figyelmet, Piros, neked köszönöm a részvételt. Legközelebb is itt lesz velem, ugye? Igyekszem, és köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon szépen köszönöm ezt a profi hozzáállást, mert tényleg nagyon sokan, tehát azért hozzáteszem, hogy mentorként is funkcionálsz itt a szervezetben, és én is még nagyon sokat tanulok tőle, úgyhogy köszönjük szépen, és én is köszönöm. részt És nem sokára találkozunk, veletek is találkozunk, sziasztok! bye